Az első félidőben sok volt a hiba mind a két csapat játékában, nem alakultak ki veszélyes helyzetek a kapuk előtt, a hálóőröknek nem akadt dolguk, a szurkolóknak pedig okuk az izgalomra. A fordulás után viszont élénkebb lett a játék, köszönhetően a Szolnoknak, előbb Volent Roland került helyzetbe, de akkor még maradt a 0-0. A 60. percben viszont nem, Szabó Péter szöglete után Tisza Kálmán talált a hálóba, megszerezve a vezetést a házigazdának. Egy perc sem telt el, és már 2-0 volt. Roxin Ádám adott remek paszt Volentnek, aki nem hibázott. Így a Szolnok gyakorlatilag egy perc alatt eldöntötte a találkozót, több gól ugyanis már nem esett. A MÁV FC 2-0-ra győzött. Büszke vagyok a csapatra, a csapatomra, mert őszintén megmondom, egy kicsit féltem a mérkőzéstől, mert ismerem a kollégát régről, és tudom, hogy nagyon-nagyon összerakja és szervezetté tudja tenni a csapatot. Az első fél időben ez köszönt vissza, én azt gondolom, egy picit ilyen taktikai csata volt. A második fél időben én azt gondolom, nagyon-nagyon sok elemébe, hanem mindenbe fölül tudtuk múlni a vendégcsapatot, és megérdemelten tudtunk nyerni. Racionálisabb futballt játszottak, mint mi. Nekünk igazából az sem mentség, hogy 4-5 játékos is elveszítettünk az elmúlt hetekben, nagyon kemény menetelés után vagyunk, és sajnos ez ma kiütközött a játékosokon, fáradtság jelei több játékosomon is látszottak, gyenge teljesítményt nyújtottak. A Szolnoki MÁV FC ezzel a győzelemmel 18 pontos és a 10. helyen áll, a Kazincbarcika pedig 11., szintén 18 ponttal.